Ez egy közös tárlat, Ézsás István szobrászmű barátommal. Igyekeztem a legújabb munkáimat kiállítani. Ez egy tulajdonképpen nekem egy kamaratárlat, ha így veszem. Nagyrészt az idei munkák dominálnak. Tehát lehet is majd érezni a szobroknál, a képeknél, hogy vannak ilyen áthalások, de hát ezek inkább itt jöttek így elő, mert ugye az ember külön megnézi egy szobrot, meg külön egy képet, akkor nem biztos, hogy ezt így látja. Na most itt kb. 21 munkám van, ezek közül 2-3 2016-ból való, pár darab 2015-ből, de a többi az ordonatúj. Na most ezek a munkák annyiban újak, hogy a forma világom, amit én már elég évtizedek óta építek, az gyakorlatilag szinte változatlan. Most itt egy ilyen erős, híres, fehér kontúrral a formákat így befogtam, tehát körbezártam. Ezek nagyon feszes képek ilyen szempontból. De azért valahogy mindig azt érzem, hogy jó, hogy konstruktivista, és ebben a műfajban vannak a munkáim, de ezek az inkább líraiak is. Tehát én ezt mindig kicsit úgy veszem, hogy bármennyire tiszta formákról van szó, és itt azért egy élmény van, tehát ezek épületek, ezek templomok, kvázi olyan emlék lenyomatok, amelyek úgy nekem évtizedek óta, már nagyon régóta, hogy bennem vannak. Tehát én azokat festem ki magamból. Érdekes az ő munkái, színesek főleg. És itt a színek erősen, erősen dominálnak, hát nálam is. Itt tiszta színek vannak, bár sok kevert színt használok, de itt azért nagyon látványosan van egy-egy olyan kép, hogy szinte, hogy folytatódik a plasztikában. Most ez egy külön öröm, szóval jó volt nézni, hogy beszélnek egymással a formák. De hát ilyen a nagy képviség, ilyen a művészet valahol azért, hogy nem kell mindig a másik mögött lenni, hanem valahol ezek úgy megtalálják mindig egymást, egy nagy kiállításon is. Az Aknaival itt számon tartottuk egymást, és mostanában találkoztunk egyszer, hogy hát kéne közösen valami, és mi a közös pont. Hát nyilván a konstruktivizmus, és akkor a kelet-európai kulturális tradíció, progresszió, Szentendre, Veszprém, Győr, Budapest, egyáltalán kelet-európai magyar progresszió, és benne a konstruktivizmus, ami minket összehoz. És sokan mondják, hogy egyik másik, mint egymásra felelgetnének, az már rendezésnek a trükkje volt, hogy úgy raktuk, úgy válogattuk össze, hogy egymásnak kénytelen felelgetni a szobor is, és a közönség is. Tehát egy ilyen kontextus jött létre a művek között.